Még 2014-ben indult el a lottólás Győrújfalun, azóta több mint 70 család száll be hétről hétre 500 forinttal a falu lottóba, amint a megnyerhető összeg eléri az 1 milliárd forintot. A nyereményekből azóta a település vásárolt már egy több nyelven beszélő automata defibrillátort, de a karácsonyi diszkivilágítást és a befolyt pénznek köszönhetik az ott élők. A kis nyereményeket nem vesszük fel, nem forgatjuk vissza a következő heti megjátszandó összegbe, hanem félre rakjuk és folyamatosan gyűjtjük, és amikor elér ez egy jelentősebb összeget, amikor már értelmes célokra lehet fordítani, akkor szavazásra döntünk, hogy mire költsük ezt az összeget. Jócskán 1 milliárd felett van már a nyeremény alap, így a lakók most 11 egyszerre is újra játszanak. A cél ezúttal a focipálya melletti játszótér fejlesztése. A sok 2-es és 3-as találatból nagyjából 600 ezer forintnyi összeg gyűlt már össze, ameddig azonban a főnyereményt valaki el nem viszi, a lakosok tovább ikszelnek. Nagyon sokszor én úgy értesülök erről, hogy már hétfőn be van dobva két boríték a postaládába. Ilyenkor én fogom a kis laptopomat, és elkezdek nyomtatni egy figyelemfelkeltő levelet, amit kirakok a itteni lottózóba, kirakok a bolt elé, megosztom Facebookon, és ilyenkor már az első héten is olyan nagyságrendileg 70-75 ezer forint közötti összeg jön össze, amit felrakunk. A játékosoknak egyszer már volt 4-es találatuk, ekkor a közel 2,5 millió forintos nyereményt szétosztották, így 15 ezer forintot kaptak fejenként a falu lottó résztvevői. Egy fix száma 70-es mindig szerepel a szelvényeken, ezen kívül pedig 11 már korábban megszavazott számok kombinációjával játszik hétről hétre a lelkes falu.